Sziasztok! A heti stúdió vlog videómban nagyon sok mindent fogunk ismét csinálni. Szeretném megtervezni az augusztusi havi kis matricámat, ami ugye a rajzos tanulóimnak, a VIP extra tagoknak fog készülni, és ugye majd postázásra kerülni. Én úgy gondoltam, hogy most egy táboros hangulatot szeretnék elkészíteni, megrajzolni, úgyhogy ezen fogok ügyködni, és hát matricát is készítünk, illetve egy vázatfüzetes illusztrációt is fogtok majd látni. Na de most indítom a reggelemet, rákészülök a napra, és kezdhetjük a kreatívkodást. A reggelim általában rizskásra szokott lenni, amit én magam főzök meg, de most csak egy instant verzióhoz volt kedvem. Egyébként ez a nap eléggé borúsra, esősre sikeredett, és nem tagadom, picit élveztem, jól esett. Ez a kis bekuckózás, kicsit kellemesebb levegő. És hát még mielőtt nekilátok ennek az egész matrica tervezésnek, elkészítek egy gyakorló anyagot a nem olyan rég készült karakter rajzomról, amit az előző videóban láthattatok. Ezt a gyakorlót a rajzos tanulóimnak, a VIP és VIP extra tagoknak készítem el. Levezetem lépésről lépésre a megrajzolását ennek a karakter rajznak, és mellé írom a gondolatokat, tippeket. Egyébként egy ilyen gyakorló megtervezése segédvonalakkal együtt, a szövegnek a megírása, meg úgy azért, hogy esztétikus is legyen, könnyen fogyasztható ez a gyakorló anyag, azért ez is sok időt el tud vinni, mint az is, hogyha éppen videót készítek. Általában igyekszek egyébként a rajzos tanulóknak hetente egy olyan anyagot hozni, amiből lehet tanulni, lehet egy kicsit fejlődni, de természetesen a régi videók, gyakorlók ugyanúgy rendelkezésre állnak. Természetesen Patreon oldalamon bármikor elérhető vagyok, nyugodtan rám írhattok, hogyha valami nem érthető, akár egy videóban, gyakorlóban, valamiben elakadtatok, úgyhogy tudunk beszélgetni, tudok tippet adni, vagy esetleg máshogy más megvilágításban megközelíteni egy adott témát. Nos, miután feltöltöttem a gyakorló anyagot erre a kis weboldalra, utána nekilátok a tábor hangulatú matrica ívnek, vagyis olyan elemeket rajzolok, kisebb illusztrációkat készítek, ami a tábori hangulatot idézi vissza, akár egy ilyen kirándulós, kempingezős hangulatot. Nekem az augusztus mindig valahogy erről szól, erre emlékeztet, úgyhogy szerettem volna egy ilyen kis matrica ívet létrehozni, és az előbb mutatott kis karakterrajzom lesz a középpontban, és köré fognak épülni a különböző elemek. Miután elkészültem a rajzokkal, elkészítem a vágási szegélyét, a hátterét, és ugye a kinézetét az egész matrica ívnek, és egy kicsit inkább a zöld szín az, ami jobban dominál most ezen a matrica íven. Nekem nagyon tetszik, főleg a hangulata miatt. És hát így akkor megszületett az augusztusi matrica csomagnak a tartalma, ami egy kicsi rókás notász, egy lehúzható kempingezős matrica ív, és az előző videóból látható kis lovas lány karakterrajz szingli matricája.
de természetesen gondolok én ugyanúgy a Matrica rajongókra, akkor is, hogyha nem vagytok benne a Patreon tagságiba, a rajzos tanulós csoportban. Ettől függetlenül a webshopban elérhető ugyanúgy ez a kempingezős matrica, illetve a rókás kis füzet is. És hát mivel olyan kellemes idő volt, megjött a kedvem egy kicsit komolyabb rajzhoz, kicsit jobban fókuszálós illusztrációhoz, úgyhogy egy ilyen vázlatfüzet illusztrációt láthattok, aminél kicsit már úgy jobban ki tudom élni a kreativitásomat, és kellemes időjárás következtében talán több kedvem is van gyakorolni. Másnapra jár, és hajnal cicám játék közben éppen a szemeivel igézi a nyomtatóból kijövő matrica ívet, vagyis hát még csak a matrica papírt, ami nem sokára a Cricut vágógéppel fogom elvágatni, és hamarosan meg is leszek a matrica ívekkel. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon időgényes ez a feladat is, maga a nyomtatás, a vágási rész is, és hát a manuális vágatásnak az elkészítése is, és közben az egyik kedvenc videósomat nézem, Noémi csatornáját, általában mindig kraftolás vagy valamilyen alkotás közben szoktam a kedvenceimet én is nézegetni, és hát lényegében tényleg már estére jár, úgyhogy igyekszem a sok-sok kis matricával gyorsan elkészülni. Következő napot járjuk, és hát nagyon sok dolgom volt ma, nagy bevásárlás, sütés, főzés, minden, ami így összejött, és igazából én a mai napra egyébként tervezgetést szerettem volna, ugyanis hamarosan nyakunkon az ősz, és ennek jegyében hangolódni, egy kicsit előre dolgozni, hogy szeptemberre meglegyek a matricákkal, füzetekkel, na de hát látjátok, nagyon sok dolgom van, nem mindig kerül sor egyből a rajzolásra, úgyhogy most kicsit egy ilyen napomban is magammal viszlek titeket, amikor szorgoskodok itthon, és talán a nap végére jut egy kicsi idő a tervezésre, vagy egy picinke rajzolásra. Persze akkor ez nem igazán jön össze, amikor éppen minden fő, és ügyelni kell rá. Olyankor inkább csak egy receptes újságot elolvasok, de egyébként már nagyon izgatottan várom az őszi időszakot, hiszen nagyon sok tervem van, nagyon sok rajzos ötletem és kreatív dolgom, amivel foglak titeket elárasztani, na de még maradjunk a jelenlegi videónál. És hát egyébként rakott zöldbabot csináltam, annyi, hogy rizshelyett bulgurt hoztam hozzá, illetve még túrógombócot csináltam desszertnek. Thank you.
Na de akkor jöhet a délutáni megérdemelt kis pihenés, és az előre dolgozás tervezés, hiszen sokszor 3 hét sem elég, rengeteg őszi rajzot, füzetet, matricákat előre megtervezzek. Természetesen az előkészületekben ti is ott lesztek, csinálok róluk videót. Az esti órákban pedig barátainkkal találkoztunk, végül pedig egy mozira is beültünk. És hát nagyon tetszett a film, végül úgy döntöttünk, hogy az ezüstpartra lemegyünk, leülünk egy kicsit, beszélgetünk, és hát nagyon jól esett egy kicsit kiszakadni a kreatívkodós, rajzolós világból, hiszen nagyon kellemes időnk volt, és hát a társaság is jó volt. No, de a következő nap szintén egy mászkálós napnak ígérkezett, és hát a cicunknak szerettünk volna Pesten pár dolgot beszerezni, meg még egy-két olyan dolgot, ami minket érint, de végül képzeljétek el, egy csomó halloweeni és őszi dekorra bukkantam, úgyhogy szintén adott már plusz új inspirációt is, úgyhogy én most már kezdek rá hangolódni erre az őszi hangulatra, egyre több rajzos ötlet jön a tarsajomba, persze ti is írhattok párat, úgyhogy ez a nap most már így alakult. Will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. És hát képzeljétek el, a kis hajnal cicánknak pont ugyanolyan fekvőhelyet sikerült találni, ami majdnem úgy néz ki, mint a kanapénk, úgyhogy teljes teli találat volt, nekem nagyon tetszett ez a párosítás. Na de most búcsúzok, hamarosan találkozunk, legyen szép napotok, sziasztok!